2017 elején ünnepelte első születésnapját a budapesti Nem adom fel kávézó, amely többségében fogyatékkal élőket foglalkoztat. Rettenetesen izgalmas, meg rettenetesen nehéz egy év volt. Összességében minden szempont alapján többet teljesítettünk, mint amennyit vártunk, de kiderült az, hogy mennyire sokat kell még tanulnunk, és hogy a további céljaink is körvonalazódtak, és hogy azokhoz mennyire rengeteg sokat kell még dolgoznunk. Mi most 25-26 fő körüli állandó létszámmal megyünk. Közülük ezt az elején is beterveztük, és így terveztük, 75-80% fogyatékossággal élő munkatárs, ezt tartjuk is azóta ezt az arányt. A dolgozóknak körülbelül a fele cserélődött ki egyébként az elmúlt egy év alatt, de én nagyon bízom benne, hogy akik itt maradtak, és akikkel végignyomtuk ezt az évet, ők most már hosszú távon is maradnak. Egyébként több változásnak is az volt az oka, hogy ugye átalakult kicsit a termékstruktúránk, és a konyhánkat bővítettük, oda akkor a konyhára kellett erősítésként embereket felvenni, de érdekes, hogy ott többen lettek, és a kinti személyzet fejlődött annyit, hogy el tudjuk látni a megnövekedett munkát is kevesebb dolgozóval. Itt nagyon szeretnek, itt olyan emberek vannak, akik értékelnek a munkámat is, meg így a munka. Meg a munkatársaim is nagyon rendesek, nagyon aranyosak, a konyhán is, meg így mindenki. Van mentorunk, aki itt a munkaidő nagy részében, hát amennyit le tudunk fedni, de egy idősen van biztosan, itt van a kollégákkal, és akkor így együtt végeznek különböző munkafolyamatot. Ő van jelen akkor, hogyha valami konfliktus van, amit meg kell oldani, azért nálunk is előfordulnak munkahelyi konfliktusok. És általában így a fogyatékossággal élőknek, akik rászorulnak az élet szervezéséhez, próbál segítséget nyújtani. Kávé és süti mellé rendszeresen felszolgálnak kultúrát is, amelyet maguk szerveznek. Egész héten szinte minden napra jut filmklubból, közönségtalálkozókból, irodalmi beszélgetésekből, a hét második felében pedig általában koncertekkel várják a vendégeket. Nagyon jó az a munka, szerettek itt lenni, mert barátságos a légkör, kedves mindenki, és tisztelet mindenkit. Hosszabb távon szeretnénk majd több, még nem teljesen alakult ki, hogy milyen profilú, de vendéglátó helyet nyitni Budapesten, vidéken is. Szeretnénk még nagyobb ismertséget szerezni, ugye még több vevőt bevonzani, még több vásárlót, és akkor így még erősebb ilyen társadalmi szemlélet formáló hatást is elérni, mert ezt visszaigazolják nekünk a vendégek, hogy ez érezhető. Aki egy kicsit szorongva jött le hozzánk, ő is egyfajta érzékenyítésen esik át ezáltal, hogy itt ilyen életszerű helyzetben találkozhat sérült emberekkel. Kedvesek a vendégek, és én azt szeretem mondani nekik, hogy kedves egészségükre, vagy meg jó étvágyat, vagy kedves egészségetekre, mert azt gondolom, hogy ez fontos.